Jair Bolsonaro középső nevén a messiás nyerte a brazil elnökválasztást. Nem járunk messze az igazságtól, ha a jövendő elnököt rendkívüli figuraként vezetjük fel, és előtérbe toljuk a jelölő összes létező negatívumát. Losonc Alpárt hallják. Messze van, miért is érdekel ez bennünket? Nézzünk szét, ám csak magunk körül, nincs erre időnk. Nincs elég bajunk itt és most. Csak hogy ennek ellent mond, hogy mindaz, ami történik, több mint tünet, egyenesen tendencia. Hova tovább, míg a becsületesebb konzervatív lapok, amelyek nem elégednek meg a status quo poszta föntartásával és dicséretével, is sikonganak a brazil elnökválasztás eredménye kapcsán. Micsoda rettenetes fejlemény a világ negyedik demokráciájában egy szélső jobboldali jelölt tarolt. A világ establishmentje nagy részének tetszett, hogy a valamikori gerilla lányt Dilma Rousseffet afféle latin-amerikai puccsal, jogi akrobáciával és nem kevés észak-amerikai segítséggel ki-akol bólintották elnöki pozíciójából. Aztán volt is kár öröm. No de Bolsonaro, ez a szélső jobboldali demagóg, ez mégiscsak sok. A liberalizmusára kényes The Economist pedig folyton folyvást aggódik. Az újdonsült brazil elnök összesúgva az amerikai elnökkel fölmondja a párizsi egyezményt, az egyébként is törékeny szándék, hogy megmentsék a világot az ökológiai katasztrófától oda lett. Mi lesz itt? Tekintélyelvűség, amelynek a liberalizmus látja a kárát. Persze mindig is lehetett tudni, hogy a brazilok válságból válságba zuhannak, hogy ott mindig készen állnak a föltételek arra, hogy militarizált, jobboldali diktatúra jusson érvényre. Mégis 3 évvel ezelőtt kaptam fel a fejemet, méghozzá dühösen, amikor Ronaldinho elkezdte fennhangon dicsérni az akkor még csak elnökségre áhítozó, de fölfelé ívelő Bolsonarót, a volt katonatisztet, akinek ereje nőttön nőtt a kaotikus események között. Igen, ez az a Ronaldinho, a tündöklő, de a karrierje végén elhízott fekete bőrű foci csillag, a mély szegénységből, bér, odúból érkező ember, aki számára kínnak számítottak a profi labdarúgás bizonyos dresszúrái, és aki kapcsán úgy tűnhetett számunkra, hogy bohém magatartásával ellenáll az áru zubbonyt magára húzó foci szabályainak. Úgy tűnt. Pedig Bolsonaro, az új elnök, sohasem fukarkodott rasszista kijelentésekkel. Egyszer mondjuk egészen elképesztő módon alázott meg egy fekete bőrű riporternőt. Fekete és nő egyszerre. Na hát, a megvetés minden lehetősége összpontosul itt. Senki sem mondhatja ennél fogva, hogy nem ismerte, vagy nem ismerhette Bolsonaro beállítottságát. Ronaldinho pedig szerette hallgatni a szélső jobboldali zsongást. Dicsőségbe beleszédült, gazdagságban fulladozó, a kapitalizmus áldásait imádó, parvenű focisták, akik beállnak a szélső jobb himnuszokat éneklő kórusokba. Ezt látjuk itt. És ha már labdarúgókat hoztam szóba, akkor még megengedem magamnak, hogy észrevegyem. Ronaldinho álságos ténykedése párban járt mások ügyködésével. Bolsonaro katonai himsovinista, rasszista keménykedése, a mácsó militáns hangnem tetszett például a Lyon néhai középpályásának Juninho Pernambucanónak is, hogy még egy példát említsek. És lehetne itt hosszú, tekervényes elbeszéléseket szőni a brazil focisták és a politika kapcsolatáról. Mondjuk az 1990-es világbajnokság egyik főszereplőjéről, Romárióról és szenátori ténykedéséről, vagy Ronaldóról, aki úgy csöppent a politikába, hogy a Bolsonarohoz képest azért a jóval, de jóval mérsékeltebb Asia Nevist részesítette támogatásban.
Noha, amennyiben merészen araszolunk a múlt felé, akkor számomra az igazi fénypont az a João Saldanha, az edző, aki lényegében a trón felé röpítette a brazil Selecaót Mexikóban 1970-ben. Akkor ugyanakkor a kommunista párt tagja, valamint a szakszervezeti mozgalom fontos embere volt, nem kevés mozgalmi tapasztalattal. 66 féle siklása után a militáns kommunista edzői tudása mindenképpen kellett a braziloknak, akik új babérokra vágytak, a tisztek pedig keresték a lehetőséget, hogy ingereket adjanak az embereknek. Saldanha megállt parancsolt a diktatúra embereinek, hogy belenyúljanak a foci ügyekbe. Nyilván a lehetőségekhez mérten, nem is véletlen, hogy az uralmon lévő tisztek addig ügyködtek, amíg elmozdították helyéről. Na de vissza Bolsonarohoz, az új első emberhez, a mindenfajta erőszak nagy tisztelőjéhez, a gátlástalan multimilliárdoshoz, aki az elmúlt 20 évben számtalan megjegyzéssel gazdagította a brazil politika szótárát. Kínzás, erőszak, halálosztogatás, ezek szerves részei a szótárnak. Az erőszak lehetőségét fenn kell állandóan tartani. Így az elnök alkalmattán sajnálkozott, hogy a 70-es évek közismert Pinochet rezsimje Chilében nem tudott több rebellis embert a más világra küldeni. Igen, mondta, több embert kellett volna megölni, az végérvényesen helyreállította volna a rendet. És ez az állítás korán sem korlátozódik Chilére, elvégre Brazíliában is katonai diktatúra uralkodott. Ott is, mondja az elnök, keményebben, rámenősebben kellett volna föllépni, és nem így puha módon életben hagyni embereket. Néha Bolsonaro nem tudja, hogy a kínzást vagy az erőszakot részesítse előnybe. Hiszen mindig vizsgálni kell, hogy mi az előnyösebb. De az bizonyos, hogy a kínzás módszertana az ő bizalmát élvezi. Hangot adott ennek. Emlékszik-e még valaki Dan Mitrione-ra, az amerikai titkosszolgálat kínzással foglalkozó olasz származású szakemberére, aki annak idején járta Latin-Amerikát, hogy tanácsokat osztogasson a kínzás adagolása kapcsán a különféle diktatúráknak. Elvégre ez szisztematikus és komoly tudást igényel. Mitrione addig mozgolódott, játszotta az instruktor szerepét, míg a tupamáros gerillák elfogták és kivégezték. És emlékszik-e valaki gyerekkorunk kedvenc filmjére, Costa Gavras ostromállapotára, amely éppen Mitrione elrablásának menetét jeleníti meg a filmvásznon, igaz Mitrione, akit a híres Yves Montand játsza, Michael Philip Santoré néven szerepel. És emlékszik-e valaki arra a jelenetre, amit akkor tájt oly sokszor emlegettünk, és úgy szerettünk, miszerint az őrjöngő rendőrség lefoglalja a gerillák által elhelyezett hangos bemondót, aztán felhangzik még egy hangos bemondó, majd még egy, és így a végtelenségig. És emlékszik-e valaki José Mujicára, nemrég leköszönt urugvai elnökre, aki horribile dictu, a tupamáros gerillák egyik vezére volt. Mindenesetre az új brazil elnöknek hallania kellett Mitrione-ről, vagy éppen módszereiről, és hát ki nem hallott volna róla ott Latin-Amerikában, aki tisztséget viselt a hadseregben. Persze tudjuk, a brazil utcákon tombol az erőszak, ki nem hallott volna arról, hogy gyanútlan turistákat bűnbandák fosztogatják. Bolsonaro legszívesebben afféle carte blanche-t adna a rendőrségnek, hogy orvosolhassa a helyzetet. Lőjenek a rendőrök, ott, ahol bármilyen gyanús jelet észlelnek, legyenek kiméletlenek, ne üssenek, ne mutassanak megbocsátó magatartást, hanem pusztítsanak. Elvégre, mondta egy esetben Bolsonaro, milyen rendőr is az, aki az öltöző táblájára nem tud egyetlen lelőtt bűnöző nevét sem odaírni. Na és a nők.
Bolsonaro szívesen dicséri magát, nem verte volt feleségét, noha állandóan az járt az agyában, hogy lelövi. Micsoda önuralom. Egy magas rangú tisztviselőnőnek is kifejtette kivételes nagy lelkőségét. Nem fogja megerőszakolni, mert nem érdemli meg. Az antifeminin verbális pörőcsapásokból a saját lányát sem vonta ki. 5 gyermeke van, 4 esetben szerencséje volt, csak az 5. esetben sújtotta a sors egy satnya sarjadékkal, mármint lányjal. Az pedig teljességgel kizárt, hogy fiai néger lányokkal randevúznának, hiszen ők jól képzettek, és magas rangú iskolákba jártak. Bizonyos esetekben az új brazil elnök spekulációba fogott. A híres Playboynak például azt fejtegette, hogy amennyiben homoszexuális fia lenne, akkor arra vágyna, hogy autó szerencsétlenségben meghalljon, hiszen úgyis csak tetsz halott. Mondja mindezt az az ember, aki azt állítja, hogy Isten nevében csak az lehetséges, hogy ne legyen szekuláris állam. Aki az evangélikus keresztény közösség odaadó tagjának vallja magát, és akit éppen ezen brazil közösség tagjai segítettek különös módon az elnöki tisztség megszerzésébe. Az ő mély meggyőződésük egyébként, hogy a zsidók visszatérése a Szentföldre 1948-ban, valamint Izrael állam megalapítása a bibliai profécia megvalósulását jelenti. Amúgy a katolikus Bolsonaro 2 évvel ezelőtt Izraelben keresztelkedett meg újra, méghozzá a Jordán folyó mellett, ám az evangéliumi principiumok fényében. Elnökösködésének egyik első beharangozott lépése rögvest az volt, hogy a brazil nagykövetséget áthelyezi Tel Avivból Jeruzsálembe. Ha pedig megnézzük Bolsonaro gazdasági programját, az maga a neoliberális dögunalom. Flexibilitás, privatizáció, kevesebb jogok a munkások számára, nincs itt semmi különös. Szélső jobboldali kilengéseit nyilván nem szeretik majd a jól fésült médiákban, de a tekintélyelvű neoliberalizmusát majd tolerálni fogják. Igaz, baloldali ellenfelei, mint a korábban börtönbe dugott néhai elnök Lula még léteznek, sőt, még a politikai képviselet világában is jelentéken szereppel bírnak. Lesz itt még konfliktus. És Bolsonaro része a mai világ forgatagának, amely kombinálja a politika personalizációját, a közvetítések, mint a párt nélküli vezérkultuszát a neoliberális autoritarizmussal. Máshogy megy ez végbe, ahhoz képest, mint hogy az valamikor történt. Ez most az erő, a technológia, a média manipuláció, az ingerkeltés sajátos elegye. És mindeközben nem szabadna felednünk a holland zsidó filozófus Spinoza ősrégi kérdését. Miért harcolnak az emberek saját rabságukért úgy, mintha ez lenne számukra a megváltás? Losonc Alper jegyzetét hallották Brazília megválasztott elnökéről. Brazília!